hegyköz felé vezető kerékpárút egy része a régi kisvasút nyomában épült. A rajta lévő műtárgyak egy részét is először a vasút használta. Ilyen a Bozsva-patak fölött ívelő egyik régi híd, amely most a kerékpárutat keresztezi. Az egyik legforgalmasabb szakasza ez a Sátoraljaújhely hegyköz irányába futó útnak, nem csak szabadidősport céljából, de munkahelyi közlekedésre is sokan kerekeznek rajta. Az útkezelője a Sátoraljaújhelyi üzemmérnökség, akik 22 km karbantartását végzik. A rajta lévő híd javítását mégis a Sátoraljaújhelyi önkormányzat vállalta magára. Az oka, hogy az ott élők először a település képviselőjéhez fordultak, aki a polgármesteren keresztül a városellátótól kért segítséget, hogy a baleset veszélyes korlátokat megjavítsák. Többször kerestük már meg a közútkezelőt, és hát ahogy szerkesztő asszony mondja, nem mindig sikerül az egyeztetés, ezért polgármester urat kerestem meg, és ő nyitott fülekre találtam, és megígérte, hogy a városellátó szervezet, tehát a város, bár nem a városhoz tartozik, ilyen szempontból a város elkészíti ezt a hidat, és akkor így reméljük, hogy most már szépen. Nyilván el volt ez készítve, csak az volt a gond meg a probléma, hogy eltűntek ennek a hídnak az elemei az idők során, egyébként pedig hát egy kerékpárforgalom szempontjából meghatározó és fontos, és akkor így a városellátó szervezet rendbehozza és megcsinálja ezt a hidat. A híd javítása időszerű, bár látszik, hogy emberi kéz is segített a romlásához. Az önkormányzat reméli, a javítás után sokáig biztonságos marad a híd szerkezete. A hegyköz felé vezető kerékpárút egy része a régi kisvasút nyomában épült. A rajta lévő műtárgyak egy részét is először a vasút használta. Ilyen a Bozsva-patak fölött ívelő egyik régi híd, amely most a kerékpárutat keresztezi. Az egyik legforgalmasabb szakasza ez a Sátoraljaújhely hegyköz irányába futó útnak, nem csak szabadidősport céljából, de munkahelyi közlekedésre is sokan kerekeznek rajta. Az útkezelője a Sátoraljaújhelyi üzemmérnökség, akik 22 km karbantartását végzik. A rajta lévő híd javítását mégis a Sátoraljaújhelyi önkormányzat vállalta magára. Az oka, hogy az ott élők először a település képviselőjéhez fordultak, aki a polgármesteren keresztül a városellátótól kért segítséget, hogy a baleset veszélyes korlátokat megjavítsák. Többször kerestük már meg a közútkezelőt, és hát ahogy szerkesztő asszony mondja, nem mindig sikerül az egyeztetés, ezért polgármester urat kerestem meg, és ő nyitott fülekre találtam, és megígérte, hogy a városellátó szervezet, tehát a város, bár nem a városhoz tartozik, ilyen szempontból a város elkészíti ezt a hidat, és akkor így reméljük, hogy most már szépen. Nyilván el volt ez készítve, csak az volt a gond meg a probléma, hogy eltűntek ennek a hídnak az elemei az idők során, egyébként pedig hát egy kerékpárforgalom szempontjából meghatározó és fontos, és akkor így a városellátó szervezet rendbehozza és megcsinálja ezt a hidat. A híd javítása időszerű, bár látszik, hogy emberi kéz is segített a romlásához. Az önkormányzat reméli, a javítás után sokáig biztonságos marad a híd szerkezete.